Első alkalom? Úgy tűnik. A bandásnak igazából az maga a szerepe, egyrészt felszívja az izzadságot, és kevésbé lesz újja kesztyű, ez egy nagy lifehack. A másik pedig az, hogy amikor ütsz, akkor ugye elnyeli és csillapít ugye az ütésen, tehát védi a bütykeidet. Léptem egyet is kilépsz előre. Egyet is előre, ez lesz az alapállás. Nem dőlsz előre, nem dőlsz hátra, mint amit most csináltál, mint hogyha karóba húztak volna. Ugye amikor kiütöd egyenesen, igen, itt a végén pattannia kell majd az ütésnek. Jó, és amire figyelj, mert kicsit megfigyeltem, de hogy... macskán pofoz így. Kicsap volt, olyan így néz ki egy jobb forog. Ha megpróbálnál felvenni egy csikket a földről, a lábmunka nagyon fontos, így fogsz belefordulni a horogba. És igen. Ugye valahogy fel akarom venni a csikket, valami ilyesmit hallottam. Ez már a horog volt. Ja. Igen. Igen, itt az egészséges életmód, lehet, hogy rossz példát hoztam az okítás során, az edukációt kicsit át kell gondoljam. Akkor ugye elindítod lefelé a lábadat, akkor ugye indul a kezed is. Jobb. Próbáld eltalálni a kesztyűt, jó? Próbálok a pillangó kergetésbe segíteni neked. De elnézem, ez az első percet, meg az első pár percet, ahhoz képest nagyon jó. Bal jobb. Duking. Jobb. Szuper! Picit megnyitod a csípődet, és ahogy lendíted a lábad, lendíted a karod, mintha tolnád a vizet, és nem kell magasra rúgni. Ez az! Ezt a kacsa mozgást kell kijavítanunk nálad. Remélem élveztétek a kis gyors talpalót. Igen, nagyon! Köszönjük szépen, Tibi!